Ezekben a szingapúri, ausztrál és amerikai luxushotelekben szálltak meg a közpénzből működő Antal József Tudásközpont vezetői. A néhai miniszterelnök fia Antal Péter 7 éve beszélt az ATV-nek arról, hogy mivel foglalkoznak. Konferenciákat Igen. szerveznek. Nyári egyetemünk van, 14 ország, 60 fővel, nyári V4-es vonat, és akkor vannak különböző kutatói, most van már egy V4-es műhelyünk. A tényfeltáró Direkt 36 portál májusban számolt be arról, hogy a birtokukba jutott dokumentumok szerint az alapítvány számos költése megkérdőjelezhető. Az utazásokra évente több 10 millió forint ment el. Több 100 000 forintot költöttek bőröndökre, és alapítványi pénzből jutott magánkórházra, két professzionális fényképezőgépre, de előfordult, hogy néhány zacskó édességet vagy pár ezeres minibár fogyasztást is elszámoltak költségként. A kormány 10 év alatt majdnem 4 milliárd forint közpénzzel támogatta az alapítványt. A Direkt 36 cikke miatt a miniszterelnökség vizsgálatot indított. Híradón kérdésére Gulyás Gergely miniszter a tegnapi kormányinfón elmondta, hogy lezárták a vizsgálatot. Az Antal József Tudásközpont gazdálkodása a törvényi kritériumoknak megfelelt, ugyanakkor nem indokolható kifizetéseket is tartalmazott, tehát olyan kifizetések is történtek, amelyek a jó erkölcsön nehezen egyeztethetőek össze, ezért az állam a jövőben az Antal József Tudásközpontot nem fogja közpénzből támogatni. Egyáltalán? Egyáltalán. Az ügyet felderítő újságíró azt mondta, mostanában különleges, hogy egy oknyomozó anyag miatt vizsgálat indul, ami végül igazolja a cikkben leírtakat. Hogyha ezentúl a miniszterelnökség beszünteti ezt az évi, az utóbbi években már ilyen 7-800 milliósra rúgó támogatást, akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit kevesebb közpénzt költenek el egy olyan alapítványra, amelyik helyenként megkérdőjelezhető módon költött el azt a pénzt. Kerestük Antal Péter, de nem akart nyilatkozni. Az alapítvány közleményében azt írták, a bejelentés értelmében ezúton is igazoltnak tekintik, hogy a Tudásközpont a fennállása alatt jogszerűen gazdálkodott. Azt is hozzátették, hogy a 2021-es szakmai programjukat megvalósítják, ám a 2022-es tevékenységüket áttervezik, valamint a bejelentés miatt átalakítják az alapítványt. Erről később adnak tájékoztatást.